Sziasztok! 207 cc 1.6-os VTI olajcsere. Izója is kiégett, kicsit nehéz volt kioperálni belőle, majd cseréljük, hogyha lesz A7-es. Úgyhogy neki megyünk ennek a gyönyörű gyásznak. 2 éve nem volt rajta olajcserélve, mert 1 évet állt, mert mindig szerelték, és most se az igazi. Most lecseréljük rajta az olajat. Az olajszűrőház természetesen ott bent a bánatban van, nehogy már hozzáférjem olyan kurva könnyen. Úgyhogy csodálatos lesz. Egyszer már csináltam rajta olajcserét 2 évvel ezelőtt. Hát nagyon szeretem, de mindegy, meg kell csinálni. Úgyhogy ennyi, kezdjünk neki. Na, nagy nehezen be lehetett rakni a kulcsot, hogy megindítsad a olajszűrőházat, természetesen szétvered a kezedet. Úgyhogy most ezt meglazítottuk, aztán most megyünk le, kiengedjük az olajat, utána letekerjük. De természetesen ez is még ferdén is van, hogy mindent összefolyassál olajjal, meg ide rakták a vízcsövet is, hogy ez faszán szerelhető egy szeméttelep. Minden bezsúfolva, agyorral, bontsd le a félautót, ha egy csavart ki akarsz csavarni. Na, ezért utálom ezt a Prince motort. És még szerintem nagyon sokan mások is. Ma alá fetrengtünk. Csodálatos kis imbuszos cucc. Na, hát folyjon. Nem teljesen nyílt ki. Össze gyuvázzuk a krovát. Kellett volna hoznom egy rongyot is, ügyes voltam. Mindjárt hozok egy rongyot. Már folyik, már kifolyt egy jó része. Gyönyörű fekete. Csodálatos fekete cucc. Minden gyúvás. Na, az olajszűrőházat is nagy nehezen kitekertük, most már mindjárt kézzel lehet tovább tekerni, de ezt nem tudom most kivideózni, mert ugye ott van a cső, meg minden. Ez kétkezes munka, hogy a csőt is arrébb nyomd, és kivedd a olajszűrőház tetejét. És minden olaj lesz majd itt. Na, az olajszűrőházat jó kipucoltuk, egérpucolóval. Itt a gyönyörű régi olajszűrő, itt meg az új. Ugye a gumit is le fogjuk cserélni. Csak belerakjuk az új olajszűrőt, betekerjük, még hagyjuk csöpögni az olajat, mert nagyon régóta volt olajcserézve, és merő fekete az egész. Aztán majd utána becsavarjuk a csavart, és töltjük bele a friss olajat. Folyamatosan után volt töltve, mert zabálja az olajat az autó, de akkor is így néz ki az olaj. Na, elég szűrőházat is levettük, egy csomó torsz csavar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 darab torsz csavar, meg itt volt egy 10-es. Kivesszük a légszűrőt, és berakjuk az újat. Most valami tiszta már, elég jól néz ki. Na, beraktuk a légszűrőt a helyére, ilyen vissza a tető,
Még ez kicsit dzsúvás volt már. Elég jól néz ki. Ez egy 2 éves légszűrő. És megy vissza. Becsavartok a torsz csavarokat. És még jön a 10-es. Úgyhogy a légszűrő ki van cserélve. Most elvileg még ki kell jönni a pollenszűrőnek. Aztán megvagyunk, aztán még egy fél órát biztos fog csöpögni alul a mocskos fekete olaj, ami ebbe volt. Aztán utána becsavarjuk és betöltjük friss olajjal. Pollenszűrő az itt van bent, ezt kellett kivenni. Nyúlt szépen is kiemelt. Azért ebben is van egy kis gyúva. Ja, és volt még egy benne. Visszarul néz ki. Na, kevés olaj jött ki belőle. Még ebbe is folyt egy kicsi. Hagytam még csöpögni, azért elég sok ki szokott ilyenkor csöpögni, hogyha hagyott csak csöpörészni. Na, és akkor megkapja az olaját. Fajta és a fontos jelölés az ez. Ez a fajta olaj. Na, töltsük bele. Ugye is folyamatosan csapja a cseklámpát. Valószínűleg gondolom azért már a katalizátor már haldoklik. Mert természetesen az olajzabáló autó az kinyírja a katalizátort. Három hiba kóla. Na, akkor töröljünk.
kevés az üzemanyag szint. Villáskulcsot kitöröltem. Nem tudom miért jött ki, hogy olaj. A szint az fullomban. Hibakód nincs. Ezer kilométer kézgyógy után olajcsere. Nem tudom miért írtuk ki. Ezt nem értem. Kódok olvasása. Tárolt kódok. Modulban nincs kód. Ennyi. Hát hibakód sincs most. Na. Használjuk, majd kiderül, hogy mi van vele. Na, még megírtuk a olajcserepapírt. Most nézem, hogy körülbelül volt benne 2000 kilométer két év alatt. Annyira jó autó. Megírtuk az olajpapírt, és ennyi. Úgyhogy